Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Mielőtt belekezdenék a mai hírek ismertetésébe, szeretném megkérni önöket, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, ha ezt még nem tették meg, a csengőgomb megnyomásával pedig értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Ma szeptember 8-a péntek van és legelőször az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről pár szót. A Wagner tábor több mint felét számolták fel Belarusban. Belarusban az Osipovicsi melletti Celfaluban lévő Wagner csoport táborának több mint felét már felszámolták, erről számolt be a Strana.today. A cikk szerint a sátrak lebontása július 28-án, vagyis már majdnem egy hónappal Jevgenyi Prigozsin Wagner vezér halála előtt megkezdődött, és a mai napig tart. A 292 sátorból 130 maradt meg. Titkokat oszthatott meg Oroszországgal egy német hírszerző. A német külügyi hírszerzés egyik alkalmazottját és ismerősét hazárulással vádolják, mert állítólagos titkos dokumentumokat adtak át Oroszországnak, erről számolt be a Sky News. Az ügyészek ma közleményükben közölték, hogy a hírszerzőt, akit a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak a Karster elként azonosítottak, tavaly december 21-én tartóztatták le Berlinben. A második gyanúsítottat egy Arthur I-ként e. megnevezett német üzletembert január 22-én tartóztatták le Müncheni repülőtéren, amikor az Egyesült Államokból érkezett az országba. A Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat, a BND az első letartóztatás idején azt közölte, hogy azonnal ügyészeket vont be az eljárásba, miután belső vizsgálatok alátámasztották az esetleges hazaárulásról szóló információkat. A szövetségi ügyészek közölték, hogy Karsten L. 2021. májusa óta ismerte arthur I-t, és hogy utóbbi kapcsolatban állt egy oroszországi üzletemberrel, aki viszont jó viszonyban állt az FSB-vel. A hármas állítólag 2022. szeptemberében találkozott, és összeesküdtek, hogy bizalmas hírszerzési információkat szerezzenek az orosz hírszerzés számára. Karsten L. tavaly szeptember közepe és október eleje között két alkalommal összesen kilenc egy technikai hírszerzéssel kapcsolatos projekthez kapcsolódó dokumentumot szolgáltatott ki, amelyeket kinyomtatott vagy lefotózott. Arthur E. a digitalizált adatokat Moszkvába vitte, kinyomtatta és az orosz tisztekkel folytatott megbeszéléseken átadta az FSB-nek, állítja a német ügyészség. Ezekről az Index percről percre tudósítása számolt be. Szijjártó Péter szerint a béke megteremtésének feltételei ma jobbak, mint holnap lesznek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken algériai kollégájával, Ahmed Attafal közösen tartott sajtótájékoztatóján az ukrajnai helyzetel kapcsolatban kiemelte, hogy Algéria és Magyarország is a globális békepárti többséghez tartozik, mivel egyedül a diplomáciai rendezéssel óvható meg az emberek élete. És a béke megteremtésének feltételei ma jobbak, mint holnap lesznek. Tegnap jobbak voltak, mint ma, de ma még egészen biztosan jobbak, mint holnap lesznek, mert holnapra még több halott lesz és még több rombolás mutatott rá. Valamint különös aggodalmát fejezte ki a veszélyes és tömeges egészségkárosodást okozó fegyverek esetleges Ukrajnába szállításáról szóló jelentések miatt, és arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy tartózkodjanak az olyan lépésektől, amelyek nyomán a régióban nőne az ilyen típusú fegyverek száma? Örülünk annak, hogy Algéria is a párbeszéd mellett kötelezte el magát, és bízunk abban, hogy Algéria, mint az Ens biztonsági tanácsának nem állandó tagja, az elkövetkező két esztendőben sokat tud hozzátenni ahhoz, hogy a háború békés úton a diplomácia eszközeivel végre rendeződjön, mondta Szijjártó Péter. Erről az Index számolt be. A neonáci ukrán Azov ezred tagjai és az ukrán titkos ügynökök is részt vettek a kapitólium mostromában az origó beszámolója szerint. Jobboldali kommentárok és az amerikai nyomozóhatóságok egybe hangzóan állítják, hogy a retteget neonáci alakulat a többek között magyar gyűlölő Azov ezred tagjai beépített ügynökökként, hangadóként működhettek a tüntető tömegben, amely 2021. január 6-án megostromolta a kapitóliumot Washingtonban erről ír az origó. Egyre érdekesebb fordulatot vesznek a 2021. január 6-i ostromot követő eljárás sorozat eseményei, valamint a Donald Trump elleni koncepciós eljárás fejleményei. A legfrissebb hírt többek között a Guardian is megírta, miszerint a Proud Boys nevű csoport egy tagját 22 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték az Egyesült Államokban. A Newsweek is beszámolt emellett arról, miszerint Laura Loomer jobboldali aktivista, valamint az FBI egybehangzóan azt állítják, hogy az ukrán titkosszolgálat beépített olvó ügynökei is jelen voltak a tömegben, amely megostromolta a kapitóliumot. A botrány azt követően pattant ki, hogy a január 6-i eseményekkel összefüggésben az FBI letartóztatta és kihallgatta a Canon Sámán Becenéven is ismerté vált Jacob Chansleyt aki az ikonikus bölényszarvas fejfedőjével és harcfestésével vált a januári ostrom arcává. A kihallgatás során szóba került egy fénykép, amelyen a Canon Shaman tudtán kívül azzal a Szergei Dibinyinnel szerepel együtt, akit az amerikai hatóságok az Azov ezred támogatói között, valamint ukrán titkos ügynökként tartottak számon. A kapitólium ostroma körül a legújabb fejlemények Trump választási programjának fényében számítanak kritikusnak. Közismert, hogy Donald Trump legfontosabb választási ígérete, hogy hivatalba lépését követően egy nap alatt véget vetne az ukrajnai háborúnak. Erről az Origó számolt be. Amerikai küldöttség tárgya a Putyin háborús bűnökkel kapcsolatos hágai vágyaival kapcsolatban. Egy magas szintű amerikai kongresszusi küldöttség csütörtökön hágában találkozik a Nemzetközi Büntetőbíróság legfőbb ügyészével, és megvitatja a Vladimir Putyin orosz elnök ellen felhozott háborús bűncselekmények vágyát, közölte szerdán a testület elnöke. A Michael McCall képviselő a képviselőház külügyi bizottságának republikánus elnök által vezetett küldöttség tárgyalni fog Kerim Kennel, az ICC főügyészével. Ez a Washington és a világ legfőbb háborús bűnökkel foglalkozó bírósága közötti kapcsolatok javulásának legújabb jele. Az ICC márciusban elfogadó parancsot adott ki Putyin ellen, amelyben azzal a háborús bűncselekménnyel vádolja, hogy több száz gyermeket toloncolt ki illegálisan Ukrajnából. Oroszország többször tagadta, hogy erői háborús bűnöket követtek volna, el, vagy erőszakkal vittek volna el ukrán gyerekeket. McCall szerint 30 ezer gyermeket vettek el a családjától, hogy Oroszországban indoktrinálják őket. Washington azt vizsgálja, hogyan tudna segíteni Hágának abban, hogy több bizonyítékot és hírszerzési információt gyűjtsön össze, hogy bizonyítsa a Putyin elleni vádat, mondta. Erről a US News számolt be. Lengyelország két éven belül Európa legnagyobb hadseregét kívánja létrehozni. Vasó szerint a lengyel hadseregnek olyan erősnek kell lennie, hogy ne kelljen harcolnia. Jarosław Kezinski lengyel miniszterelnök helyettes a fegyvergyártókból álló csoportnak elmondta, hogy Vasó két éven belül Európa legerősebb szárazföldi haderejével fog rendelkezni egy sor fegyvervásárlás révén. Vasó úgy véli, hogy a katonai kiadásoknak a GDP 3%-ára való emelése és a hadsereg 300 ezer fősre bővítése olyan erősé teszi a lengyel hadsereget, hogy azt nem lehet majd megtámadni. Kazinski a héten Lengyelországban megrendezésre kerülő nemzetközi védelmi ipari kiállításon adott ki levelet. Két éven belül a legerősebb szárazföldi hadseregünk lesz Európában, mondta. A lengyel védelmi miniszterem mellett hangsúlyozta, hogy a hadsereg erejét nem csak és nem elsősorban a mérete, hanem a felszereltsége, a modernitása és az innovációja is jelenti. Varsó tavaly jelentette be, hogy jelentősen növelni kívánja a fegyverkezési kiadásokat. Jövőre a lengyel katonai kiadások várhatóan elérik a GDP legalább 3%-át. Egyes lengyel tisztviselők azt remélik, hogy ez a szám a következő években akár a GDP 5%-ára is emelkedhet. Lengyelország a többletforrásokat egy sor hatalmas fegyverbeszerzésre fogja fordítani, beleértve Epecs helikoptereket, Abrams harckocsikat és Heimers rakétavetőket több milliárd dolláros beszerzéseken keresztül. Emellett a Varsó azt tervezi, hogy 300 ezer katonára bővíti hadseregét. A lengyel tisztviselők azt állítják, hogy a masszív haderőfejlesztés célja a háború megelőzése. Erről a TP World számolt be. Ez volt a Hírmix, az ultrahang hírösszefoglaló műsora. A mikrofonnál Longauer Andrást hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak!